A Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna szakgimnáziuma és szakközépiskolája 2019. februárjában induló keresztféléves képzési időszakában egészségügyi és vendéglátás területén kínálja a felnőtt oktatás keretében esti munkarend szerint képzéseit. Az egészségügy területén a gyakorló ápoló, a vendéglátás területén pedig szakács, vendéglátás szervező, illetve vendéglátó üzletvezető. Felnőtt oktatás keretében és esti munkarend szerint hirdetjük ezeket a képzéseket. Az iskola rendszerű képzésben tanulnak a tanulók. Ez azt jelenti, hogy ők az iskolával jogviszonyban állnak, diákigazolványt igényelhetnek. A központi szakmai szakképzési kerettanterv szerint tanulnak, állami vizsgára készülnek föl a szakképzés, a szakképesítés megszerzése után komplex szakmai vizsgát tesznek. A jelentkezésnek nincsen felső korhatára, az első két szakképesítés megszerzése mindenki számára ingyenes, így érdemes élni a lehetőséggel. Hogy kiknek ajánljuk ezt a felnőtt oktatás keretében elinduló esti képzéseinket, hát azoknak a személyeknek, akik mielőbb piacképes szakmát szeretnének szerezni a munkaerőpiacon, azoknak ajánljuk továbbá, akik nem kívánnak a felsőoktatásban tovább tanulni, de szeretnének valamilyen szakképesítést szerezni. Nyilván kínáljuk azoknak, akik az egészségügy, illetve a vendéglátás területén szeretnének szakképesítést szerezni, illetve a szakmai tudásukat bővíteni, olyanoknak is kínáljuk, akik esetleg nem nyertek felvételt, de mégis a szakmai ismeretüket fejlesztenék. A jelentkezéseket január 25-ig lehet leadni személyesen a Tomori utca 10 szám alatti épületben. A jelentkezők információt kérhetnek a képzésekkel kapcsolatban személyesen az intézményben, telefonon, illetve a részletes tájékoztatót megtalálják a Kossuth alábbi honlapján. Személyes jelentkezésnél a jelentkezőtől kérni fogjuk a személyes dokumentumait, az adatait tartalmazó dokumentumait, illetve az összes meglévő bizonyítványát, amit a korábbi tanulmányai alatt szerzett.